vagyok, és a mai videóban, vagy a címből kiderítettétek, töréstesztet fogunk végrehajtani a régi telefonomon. A videó elején ugye leállítottam, és nagyon durván betört. Amúgy nem azért nem kapcsol be, mert elromlott, hanem azért, mert le van merülve. Szóval, most én ide foglak titeket tenni, és először derék magasságból fogom leállítani. Szóval 3, 2, 1. Úristen, hoppára esett. Hát, most semmi. Az előző törés azért elég durva volt, de most pofára, szóval 3, 2, 1. Amúgy elég nagyon ügyé, nagyon kemény. Szóval, hát az előzőn kívül semmi nem történt vele, úgyhogy most fejmagasságból, ugye telefonálunk is úgy. 3, 2, 1. Hoppá, az aksit lehet, hogy ki kellett volna venni belőle. Nem vesztük ki. Ez is hozzátartozik a telefonhoz, úgyhogy most, hát nem történt vele semmi, csak ugye szétesett. Szóval, most ugye fülmagasságból pofára. Ez a 3, 2, 1. Hát gyerekek, én nem vettem fel. Szóval most összerakom. Ugye nem tudom, hogy összetört-e még jobban. 3, 2, 1. Nem tört össze jobban. Úgyhogy most jön a legdurvább, ugyanis most magasból fogom leállítani. Úgyhogy most ide kell most tennem. Oh, hello! Hello guys! Szóval most itt teszem. És felállok most a WC-re. Viszont a szőnyeget elveszem innen, hogy jobban ütődjön. Hello gyerekek! Szóval innen 3, 2, 1. Nem. Semmi. Jó, most pofára. Kicsit le kell görnyednem, mert izé. Képernyőjével semmi sem történt azóta, mióta úgy leállítottam. Nem történt semmi. És nincsen tokban. Nincs. Szóval most vagy a teraszról, vagy az ablakomból fogjuk kidobni. Inkább az ablakomból. Le van merülve. Nem, teraszról szerintem. Nem, ablakomból. Nem, teraszról. És ez már végleges, tényleg a teraszról dobom le. És most nincs olyan jó idő, mint tegnap, meg tegnap előtt. Most olyan 8 fok körül lehet. Tegnap előtt ilyenkor már izé volt. 12 fok. Jaj, ott a cuki! Várjatok, fejbe veszem a fényerőt. Szóval, ott fekszik, jó, most már elment. Szóval itt a telefon, és le fogom ejteni. Figyeljétek. És pofára egyébként. Szóval, nézzétek. Egyébként ott föld van. Nagyon izgulok. Hát, ha jobban betört.
Egyébként feltették a Csabiék itt a vizét, ponyvát. Hát nem. Itt a telefon. Azon kívül semmi baja. Tehát... Jó. Semmi baja. Úgyhogy most az ablakomból fogom kidobni. Csak csöndben kéne kidobni, felmenni. Vízén én azt fogja hinni, hogy ebédelni jöttem le. De nem. Úgyhogy megyek fel. Itt felhúzták a ponyvát. Nagyon menci egyébként. De itt alul még nincs felfogatva. Úgyhogy nagyon menő. Szóval... Na, az én ablakomból fogom kidobni. Mert most sok cucc van és le kéne pakolni. Ezért most a másik szobából dobom ki. Igen. Egy kicsi vágás. Szóval itt is vagyok. Az ablakban. Úgyhogy várjatok. Kicsit jobban felülök, és felhúzom jobban a redőnyt. Szóval itt van. Itt a telefon. Úgyhogy most ledobom. És pofára megint. Elég durván érkezett. Többször már nem fogom kidobni. Szóval most gyorsan visszapakolok ide. Nem, majd utána. Egyébként papucsban mentem le. Megyek, sietek. Oké, megyek. Gyerekek, itt a telefon. Semmi baja. Hogy lehet ez? Azon kívül semmi baja. Ott a cuki. Úgyhogy szépen csöndben. Ide most a betonra fogom leejteni. Magasról. Figyeljétek. Tehát ilyen magasról. Most azért rendesen szétesett. Még én sem néztem meg. Semmi baj a gyerekek. Úgyhogy most megyek fel. És majd ott fogom dobálni egy kicsit. Csak csöndben kell felmenni. Szia cuki. Gyere. Gyere cuki. Cuki, gyere. Szia. Szia, cuki! Szóval... fürdőben hozzá fogom vágni a földhöz. És kalapáccsal is rábaszok, hogyha találok. Szóval...
Ez az utolsó dobás. És most erősen. Betört! És még az aksi is kicsit megsérült. Betört, gyerekek, végre! Úgyhogy még egy dobás lesz. Gyerekek, ott is betört. Ez amúgy a régi telefonom. Úgyhogy még egy dobás. Egy erőből. És utána kalapács. Segítsét. Nem néztem még meg. 3, 2, 1. Jaj. Igen, kicsit még itt is betört. Most jön ez a kalapács, hogyha megtalálom, úgyhogy kicsi vágás. Hát arra a döntésre jutottam, mivel kalapács nincs, ezért orlóval fogok beledöfni egyet. Vicces ez a szó, hogy beledöfni. Szóval ide le is teszem, vagy inkább ide, mert itt jobban látják. Itt a telefon képernyője. Oszta! Gyerekek! Ott! Figyeljétek, amúgy ez a telefon már nem működik, tehát azelőtt sem működött, mielőtt összetörtem, úgyhogy ne aggódjatok, használhatatlan volt akkor is. Úgy rezeg a kezem tőle, hogy ilyen durván széttörtem. Jó, most legyen a hátlapja is. Hú, az aksia is jól megsérült. És legyen kameráját is. Azt is jó betörtem. Húha, már rá se lehet tenni amúgy rendesen a hátlapot. Tehát ez a telefon már nem működik. Amúgy régen nagyon szeretném ezt a telefont. Figyeljétek, a kamerája is. Úgy betörtem. Megsérült az aksa is. És képernyője. Úgyhogy ez nagyon durva. Nagyon szeretném ezt a telefont. Most a home gombot. Megpróbálom kiszedni. Nem, nem lehet. Elvágom. Tehát nagyon betört, gyerekek. Elég durván. Még egy leejtés, és aztán vége. Meg megdöfködöm még az izéját egy kicsit, hátlapját, meg a kameráját, hangszórót, vakút, mindent, amit lehet. Azt a kurva! Tehát ez a telefon már használhatatlan. Kameráját is széttöröm. Ilyen lett a hátlapja, kamerája. Jó, és még egy utolsó dobás, és végre. Jó, ennek is vége. Amúgy a home gombot is szarrá csináltam. Az aksia is széttörött amúgy egy kicsit. Nem is lehet betenni normálisan, de... Úgyhogy ez lett a vége, vagy sorsa ennek a telefonnak. Nagyon szerettem. De hát, hogyha ma használhatatlan, akkor mit csináljak vele? Tehát csak úgy ott porosodjon az izén. Nem. Én széttörtem nagyon durván.
megnéztem a Battlefield Challenge-et. Tehát, itt van. Hátlapja is. Kamerája is. És szerintem látjátok. Nagyon-nagyon durván. Úgyhogy, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha akartok még ebből a második részt, még durván tönkre tegyem, akkor nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!